Rajzpályázatot hirdetett a Bátaszéki Petőfi Sándor Művelődési Ház az alkotni vágyó óvodások és iskolások számára. A felhívásra a bátaszéki és a környéken élők pályázhattak. A rajz témájának Bella István ánimáni mesét mond című művét választották a szervezők, természetesen nem véletlenül. Azért esett erre a választás, mert rendkívül képszerű, nagyon jó kis verses meséről van szó, amelyről azt gondoltuk, hogy sok mindent bele lehet képzelni, gondolni és meg lehet alkotni, hogy rajzolni különböző technikákkal. Mi is meglepődtünk, amikor a november harmadikai végdátummal összesen 135 pálya munka érkezett, Helyről, a Bátaszéki Dorottya általános iskolából, az óvodából, illetve a Pörbői tagintézményekből, az Oviból és az Általános iskolából. Ezt követően fölkértük a zsűri tagjait, Májer Antalt és Görcs Pétert, hogy jöjjenek be a házba, és hát, bírálják el a beérkezett illusztrációkat, pályázatokat. Ez meg is történt, és még valamit kértünk, hogy ne legyen az a klasszikus első, második, harmadik helyezés korcsoportonként vagy korosztályonként, tehát az óvodások, az alsó tagozatosok és a fősösök között, hanem döntsön úgy lehetőség szerint a zsűri, hogy amelyik illusztrációról vagy pályamunkáról, alkotásról úgy érzi, hogy az megérdemel díjat, az kapjon. Ennek megfelelően az óvodások között hat, az alsós gyerekek között hét, és a felsős tagozatos diákok között hat díjat osztottak ki. Ezen Kívül 9 külön díj is gazdára talált. Úgy döntöttünk, hogy a jelenléti kiállítás megnyitót mégsem tartjuk meg, mert hogy olyan információink vannak első kézből is, illetve a különböző médiumokból, hogy a koronavírus járvány azért a gyerekek között jobban felütötte a fejét, illetve terjed. Ezért gondoltuk azt, hogy a közel 110-120 gyerek, hogyha eljön, vagy csak egy nagy részük eljön, mondjuk a tesóval, anyával, apával, ráadásul négy helyről, akkor nagyon sokan lennének, és mi szeretnénk vigyázni a gyerekekre. És ezért született meg az a döntés, hogy az online felületeinken mutatjuk be a, a díjazott munkákat, illetve aki szeretné, az külön vagy akár kisebb csoportban, vagy családostól bejöhet a Petőfi Sándor Művelődési Házba, és akkor megnézheti akár a saját alkotását, vagy a díjazott pályamunkákat. A a, a díjakat pedig, amelyeket a Petőfi Sándor Művelődési Ház ajánlott föl, eljutatjuk, elvisszük az óvodákba, illetve az iskolákba. Az érdeklődők november végéig tekinthetik meg a gyermekek alkotásaiból készült kiállítást a Petőfi Sándor Művelődési Házban.